A Pécsi Köztársaság téri általános iskolából érkeztek ezek a lányok a belvárosi bevásárlóközpont épületébe. Itt tartják az Ökováros hetet, ahol a környezet tudatos életre, a környezet védelmére hívják fel a figyelmet. Erről szoktunk beszélni otthon is, hogy mindig szelektíven kell gyűjteni, meg hogy olyan helyre dobjuk a hulladékot, ami a helyre való, hogy vannak erre kimondottan kukák is, és ez a program is nagyon tetszik, mert legalább meg tudjuk védeni a földet, és ezt is értékelem, hogy legalább próbál ezzel az egésszel, hogy így nem csak így, csak annyit mondunk, hogy védjük meg a földet és ennyi, hanem tényleg próbálkozunk, és hogy mindent megpróbálunk megtenni ezért, és én is. Mondta a 12 éves Lilian, miért fontos szerinte a környezetvédelme. Az Ökováros régió éppen ebben segít az Ökováros hét megrendezésével. Az Ökováros hét az az alapítványunknak egy rendszeres, évenként visszatérő programja. Itt az utóbbi években már az Árkád Bevásárló Központban, ez az Ökováros hét, ami eseményeknél kifejezetten a lakosságot célozzuk, illetve a gyerek, fiatal korosztályt, annak kapcsán, hogy milyen zöld megoldások léteznek az életünkbe. Az idei Ökováros hétnek az apropóját egyrészt a Pécs város klímastratégiájának az elkészülte adja, valamint azt, hogy ugye nagyon sok koncepcióban, stratégiában megállapításra kerül, hogy a lakosság nélkül nem mennek a zöld változások, a zöld átalakulások, és ezért igyekeztünk az idei Ökováros héten olyan témákat kiválasztani, amik a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást rögtön tudják hasznosítani a lakosság, tehát rögtön van hatásuk. Ezért négy témakör köré épült. Az egyik ezek közül, ami nagyon jelentős, sokan nincsenek is tisztában vele, akiknek nem ez a szakterülete, nem ezzel foglalkoznak, az ökoépítészet. Itt kifejezetten a mai építkezési szokásoknak, illetve az iparág hátterében álló jelentős széndioxid kibocsátás áll, és próbálunk olyan alternatívákat bemutatni a partnereinkkel, amik úgymond negatív ökolábnyoma vagy széndioxid lábnyoma lehet egy épületnek, jelen esetben mondjuk egy családi háznak, hogyha valaki nem használt épületet alakít, hanem új ház építésébe vágja a fejszélyét, hogy hogyan lehet a régi hagyományos anyagokat visszahozni, és korszerű módon természetesen a nulla kibocsátáshoz közelíteni, illetve hogy rendkívül energiatakarékos legyen a szigeteléstől kezdve, hogy lehet környezetbarát módon építkezni. Erre próbálunk megoldást nyújtani. A másik dolog még mindig a hulladék, amit mindenki termel, és hát ennek a mennyisége nem tűnik csökkenőnek. Jelenleg egy hónap alatt egy pécsi lakos minden hulladékát összesítve a Délkom tájékoztatása szerint havonta 24 kg-ot termelünk, és ebből 2,4 kg érkezik szelektíven gyűjtve, ami egy kicsi arány. Így itt is próbáljuk bemutatni, hogy milyen az, amikor szelektíven gyűjtünk zöld hulladékot külön, illetve próbálunk csomagolásmentesen vásárolni. Erre látnak példákat. Illetve egy másik nagy terület, hogy hogyan tudunk az egészségünk védelmében is sokat tenni. Az egyik dolog például, hogyan tudunk lakásban növényeket termeszteni, egészséges, általunk ellenőrzött növényeket, mi az előnye egy csiráztatásnak, a mikronövényeknek, hogyan lehet lakásba ételeket termeszteni, illetve a magaságyást próbáljuk népszerűsíteni, ami egyszerű, gyorsan növő növényeknél helyettesítheti akár távolról érkező, sokszor bizalmatlanság van a lakosság részéről, tehát ezeket hogy tudják kiváltani. Illetve még egy dolog a hulladékkal kapcsolatosan, van egy tesztlapunk is, ahol próbáljuk felmérni a lakosság tájékozottságát, hogy hova megy az ő hulladékuk, mit tudnak a további sorsáról, honnan érkezik az energiájuk, és ehhez kapcsolódik, hogy lehet-e otthon komposztálni. És erre mutatunk be, akár saját kezüleg, akár pedig előre gyártott konyhai giliszta komposztálónak a
a bemutatása az élő gilisztákkal, illetve azoknak a készülékeknek, és úgy tűnik, hogy elég sokan rácsodálkoznak, de talán kedvet is kapnak, mert nagyon tetszik, hogy az emberekben van egy ilyen szeretnék lépni valamit, mit eszek, hova kerül, úgyhogy egy nagy nyitottságot tapasztalunk, aminek nagyon örülünk, és az utolsó témakör itt a kiállításon, az pedig a szennyvíz kezeléssel kapcsolatos. Ugye városi szinten a szennyvíz hálózat egy nagyon színvonalas végállomása van a pécsiek szennyvízének, illetve az adott települések szennyvízének, de azok, akiknek házi szikasztójuk van, tehát nem tudnak rácsatlakozni a rendszerre, van egy viszonylag hamar megtérülő, akár természetes, akár pedig nagy tartályokban egy ilyen házi szennyvíztisztító rendszer bemutatása. Ez többek között arra is rámutat egy játék kapcsán, hogy néz ki a szennyvízünk, tehát lássuk azt, hogy ami kifolyik tőlünk, az hogy néz ki vizuálisan. Ezen nagyon-nagyon sokan megdöbbennek, úgyhogy reméljük, hogy egy-egy ilyen érdekesség vagy vizuális megjelenítés az döntésre vagy lépéseket generál a lakosokban, hogy ők is egy pici lépést tegyenek, vagy ha éppen házépítésre kerül sor, akkor megfontolják mondjuk az ökoépítészethez való fordulást, eltérni például a hungarocellel való szigetelést, lépni egy fenntarthatóbb természetes anyagok használatához. A rendezvényen iskolai osztályokat is fogadnak, így a gyerekek megismerhetik azt a környezettudatos gondolkodást, amivel védjük földünket. Ezeket az ismereteket pedig szüleiknek is átadhatják.